én vérebes karrierem az most már 12 éve van, hogy indult. Vas megyébe dolgoztam akkor hivatásos vadászként, és nagyon nagy szerencsém volt, mert a szomszéd vadásztársaságnál dolgozott Pukánszki Zoli barátom, aki mostani időkben a vérebegyletnek a tenyésztési felelőse lett. Úgyhogy amikor nálunk sebzések voltak, akkor neki szóltunk. És ő jött az öreg kutyájával, a Dongóval, és én minden alkalommal kísértem őket, és követtem, és mentem utána, és figyeltem, és néztem minden rezdülésüket, minden mozdulatukat, és kedvet kaptam én ott a Zolitól. Úgy gondoltam, hogy lenne annyi lehetőségem ott azon a területen arra, hogy vérebet tudjak vezetni. Még mindig él az a kutyám, amit akkor tudtam magamnak venni ott lenn. Vas megyéből származik az öreg kutyám, belealapoztam meg mindent, aminek most aratom le a gyümölcsét, hogyha úgy tetszik, most már egyre többen ismernek. És hát eléggé viszontagságos volt az előző kutyámmal az utánkeresés, mert minden évben majdnem történt vele valami, ami egyre jobban hátráltatta abba, hogy teljes értékű munkát tudjon végezni, úgyhogy hamar kellett beállítanom mellé egy fiatal kutyát. Úgyhogy amivel most dolgozok, az most már 5 éves. Voltunk már versenyen, többször kaszókupán, nemzetközi versenyen, kisebb-nagyobb sikerekkel. Az igazán nagy siker az elmaradt mindig, valami oknál fogva, de ameddig ilyen munkákra képes, addig én nem sajnálok semmit, meg nem bánok semmit. Én úgy gondolom, mindennek úgy kell lenni, ahogy van. Sába Parti vadász Nancy a törzskönyvi neve, hívó neve Sába, ő egy 5 éves hannoveri szuka. Nem szeret a reflektorfénybe lenni, ahogy elkezdtünk róla beszélni, egyből el is ment. Összességében most már 280-nál több eredményes munkája van, úgyhogy remélem még nagyon sokáig tudunk együtt dolgozni. Csak gondoljunk bele abba, hogy a saját szórakozásunkkal azzal, hogy vadászunk, néha előfordul, hogy sebzünk, és az a vad, amit megsebzünk, az szenved. Ennek a vadnak a szenvedésének a minél hamarabbi véget vetése, illetve hogy minél hamarabb terítékre hozzuk, ezért kell a vérebb, mint kutyafajta. Ezzel ugye hatalmas anyagi hasznot is hoz, ugye egyrészt a vadhús érték, másrészt a trófea érték, amit megtalál, főleg szarvasbikánál komoly összegekről beszélünk. Tavaly mintegy 500 millió forintnyi értéket találtak meg, tettek terítékre hozhatóvá e remek orrú ebek. A hazai vadász stábja lehetőséget kapott rá, hogy barátunk Barta Ferenc segítségével munkaközben, mondhatni élőben ismerkedhessünk meg a vérebezés rejtelmeivel. Mint minden utánkereső, először mi is az alaptörténetre, a sebzés körülményeire voltunk kíváncsiak. Láttuk, hogy tarvadakka van, kint vannak már egy ilyen réten, legelőn, és pár perc múlva megjelent a bika is a tarvadak mögött, és akkor, amikor egy ilyen tiszta helyzet alakult ki, tehát akkor a vendégnek kiadtuk a tűzparancsot, és rálőtt a bikára. Ami sajnos első lába lett meglőve neki, és ez a bika, tehát a rálövés után elment. Keresd! A vér. Bravo, kis kutyám! Megvan, megvan, jó van, megvan, jó van, jó van, jó van, megvan, ugye? Megvan, jó van, kis kutyám, jó van, gyere, higgyál még egy kicsit.
szinte minden nap dolgozunk, rengeteg munkánk van. Valahogy ez összecsiszolja azért a kutyát és gazdáját. Ezt egy laikus ember, aki ott jön mögöttünk, nem veszi észre, de én már tudom, hogy mit akar. Tehát az, hogy megáll és visszanéz, és szinte mondja, hogy vedd már el rólam ezt a vezetéket, mert én mennék. És tényleg, tehát mindent jelent. Ismerjük egymást. Jó minden. Hát ennél öregebb csapán is boldogul a kutya. Eddig nekünk azt hiszem talán 36 vagy 37 órás volt a legöregebb nyom. Ez több mint másfél nap. Igen, egy 2 kilométeres vaddisznó keresés volt. Gyönyörű munka volt, gyönyörű volt nézni a kutyát, ahogy tényleg ilyen másfél nap után is tudta követni a nyomot. Nézőink már gyakran láthattak trófeabírálatot szemlék vadásznapok alkalmával. Azonban ennél gyorsabb értékelést még alig ha rögzíthettünk. Gyakorlatilag nem is mutatja azt, hogy ez bármikor koronát is növesztett volna esetleg, sőt az egyik oldalon még a jégágat is elspórolta. Ugye, mert a vértesbe háború idején kiirtották a szarvast, és utána ilyen osztrák vérvonalból lett újra honosítva a szarvas, és sajnos elég gyönge. Végtisztesség minden vadnak jár elejtésekor. A töret, mely ez esetben nem csak a vadász, de az utánkereső vad iránti tiszteletét, s ugyanakkor szakmai sikerét is szimbolizálja. Minden nap szinte utánkeres az ember, és egy idő után rájön arra, hogy érdemes beruházni komoly strapabíró ruhára. Még kezdőkoromban rengeteg időt töltöttem azzal, hogy a tüskéket szedegettem ki a kezemből. Most ezekkel a ruhákkal azt el lehet érni, hogy nem megy bele az embernek a kezébe, lábába a tüske, és nem kell ilyen gyulladt sebekkel foglalkozni a naphosszat, a fájdalomról nem is beszélve. Úgyhogy ezért ajánlanám mindenkinek, aki ilyesmibe belevág, hogy a ruházatot azt úgy válassza meg, hogy ez kemény dolog, úgyhogy strapabíró ruházat kell hozzá. A vadászat az egy eléggé balesetveszélyes tevékenység, és a hajtás, utánkeresés, ez mind olyan tevékenység, amikor az ember benn bujkál a sűrűbe. Előfordulnak olyan esetek, amikor elállók vannak kinn a sűrűk szélén, ahova bevált a vad, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy látható ruházat legyen az emberen, hogy nehogy véletlenül vadnak nézzék, és baleset keveredjen belőle. A vérebb vezeték, hogy ilyen élénk színű, ennek is az a praktikája, hogy mikor az ember a 10 méteres vagy 8 méteres vezetékkel dolgozik benne a sűrűbe, és egy bokor alatt átbújik a kutya, és a túloldalon újra elkapja az ember a vezetéket, akkor a bőrvezeték az eléggé beolvad a környezetbe, és ezt a narancssárga vezetéket sokkal könnyebb észrevenni a túloldalon, vagy megfogni. Ráadásul ezek a műanyag vezetékek kevésbé igényelnek karbantartást, és ilyen mennyiségű munkánál már érdemes beruházni az embernek ilyen műanyag vezetékre, mert ez jobban bírja a strapát, mint a bőrvezeték, nem kell annyit karbantartani. Mondanunk sem kell, nincs két azonos utánkeresés, kivéve magát a vérebb indítását megelőző beszélgetést, melyben a sebzést okozó vadász vázolja az eset történetet. A jobb szélén. Igen. Tehát ott van a rálövés, én úgy néztem, az a csont, amit adtam, az az első helytől, ahol a vér van, attól előrefelé, amerre haladt a bika, egy 5 méterre találtam a csontot. Nos, kutyaor legyen a talpán, aki ebben az átláthatatlan, nagyüzemi kukoricásban értékelhető támpontra talál, főleg úgy, hogy gazdája is ott robog a nyomában. Már első látásra sem épp a gyors siker lehetősége csillant fel ugyan, de természetesen belevágtunk. Jó van, gyere ide kiskutya! Vizet! Keresi a helyét a bika. Gyere, sába, vigyázz! Hol van a csinálom a tenősvégig? Lábam az előbb. Ilyen 50-70 centi, az a hátsó tenősvég. Az is lehet, hogy lefolyik a lábán, de az is lehet, hogy nagyon jól csinálom a meglőve csánk alatt. Az utánkereső legfőbb erényei közé tartozik a türelem és a kitartás. Ezúttal mindkettőre ugyancsak nagy szükségünk volt, nem is beszélve a vízről, mely szó szerint létfontosságú négylábú főmunkatársunk számára.
folytatjuk vezetéken a dolgot, mert valami miatt tovább megy a bika, minden áron tovább akar menni. Nem, itt volt magas kukoricában 4-5 sebágy. Ja, ezt elfelejtették mondani. Meghajtották a bikát. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ilyen 150-200 méter után hagyják abba, fejezzék be a keresést, mert nincs értelme, mert csak elzavarják, tovább zaklatják, és utána addig megy a vad, ameddig bír. Akkor megvan a probléma forrása. Ugye könnyítik a vérebesnek a munkáját azzal, hogy kutya nélkül nekiállnak keresni egy láblövött bikát, és kihajtják a világból. És ebbe a melegbe szegény kutya meg szenved. Most ki tudja, hogy hol fog ez megállni. Nyilván ilyenkor az ember egy kicsit bosszús. Az adrenalin, az akarás, a találni akarás, ez mindig indulatokat gerjeszt az emberbe, de minden jó, hogyha a vége jó. És hogyha most ezt nem kérdezted volna meg, akkor gyakorlatilag szinte nem is gondolkodtam volna ezen a szituáción, mert meglett a vad, mindenki boldog, mindenki örül, de sajnos tudni kell azt, hogy van, amikor egy ilyen malőr folytán esetleg nincsen meg a vad, és ez nem a vérebes hibája. Wildmans, heil! Jó van, kiskutya. Lőjelekből egyből lehetett érezni, hogy láblövése van a bikának, ugye amit találtak csontot, én ezt egyből tudtam, hogy csöves csont, meg a rálövés helyén is csontszilánkok voltak. Gyakorlatilag fűkörön fölött pár centivel lett meglőve a bikának a lába, és hát a kollégák kicsit megnehezítették a dolgunkat azzal, hogy reggel elkezdték csatárláncba keresni a bikát a kukoricában, mert máshova gyanították a lövést, mint ahol volt rajta, és fölkeltették sebágyból. Ezzel jelentősen meghosszítva a munkát, így 5770 méter lett a munka gyakorlatilag. Úgyhogy nagyon nehéz munka volt, de hál' Istennek a kutya megoldotta ezt is. A végtisztesség megadására ezúttal a közeli vadászháznál került sor. Nos, láthatjuk, az utánkereső munkája talán az egyik legnehezebb, hiszen szó szerint a vad nyomába kell erednie, bármerre is menekül, bárhová is bújik a megsebzett állat. Nem mindegy tehát, milyen felszereléssel lát neki a sokszor több órás, esetleg több napos feladatnak. Ugye elsősorban a víz meg az itatóedény, ami egy vérebes hátizsákba benne kell, hogy legyen, illetve eléggé balesetveszélyes dolog ez az utánkeresés a kutya számára is. Ezért nem árt, hogyha van egy elsősegély csomag, amiben a kutyának mindenféle praktikus eszközzel sérüléseit lehet kezelni azonnal kinn a helyszínen, sőt még van benne egy használati utasítás is a különböző sebek ellátására. Ábrákkal jelzik, hogy milyen mozzanatokat kell elvégezni egy-egy sérülésnél. Illetve, ami még nagy segítség szokott lenni, mert sokszor van, hogy a hivatásos vadásznál vagy a kísérőnél éppen nincsen zsigereléshez szükséges eszköz, ami egy hátizsákba simán elfér, egy fűrész, meg egy kis kés, amivel a vadat minél hamarabb ki lehet zsigerelni, és akkor nem romlik meg a hús addig, amíg odaérnek esetleg a segítség a vadér. Úgy látom, mindig legelőször az kutya a tüzes edényét és tüzét rakod be. Ez a legfontosabb kelléke az utánkeresésnek. Ezt még mesterséges csapán is szoktam mondani mindenkinek, de nem fogadják meg az ember tanácsát, aztán elővizsgán is, meg mesterséges csapa kidolgozása közben is előjön az a probléma, főleg ebben a melegben, hogy hiányzik a víz a kutyának. Csak sose hallgatnak az emberre.
mindenki a saját kárán tanul. Mindig szokták kérdezni, hány hívásod van, meg kérdezik a százalékokat, hány százalékos az eredményesség, meg mit tudom én. Hát persze, az is egy adat, lehet rá hivatkozni, hogy ennyiből ennyit megtaláltunk, de szerintem nem ez a fontos, hanem az, hogy minél többet megtaláljunk. Van olyan sebzés, olyan vad, amit nem lehet megtalálni, vagy legalábbis mi nem vagyunk rá képesek. Lehet, hogy másik kutya képes lett volna rá az adott szituációba, de azért nagy többségben eredményesek vagyunk, és ez a legfontosabb szerintem, és ezt látják a vadászatra jogosultak is, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy terítékre hozzuk a vadat. Jól van, bravo kiskutyám. Bravo, igen, itt ment. Jól van. Jól van, keres. A vér. Sába. Jó, most azért hezitál, hogy jó vagy menjen? Ja. Az utánkereső soha nem feledkezhet meg kutyájáról, még akkor sem, ha a vérebb figyelmét még kínzó szomjúságáról is elvonja az egyre nyomasztóbb, ráadásul még mindig megoldatlan kérdés. Vajon merre lehet a vad egyáltalán? Kicsik ezek az erdőfoltok. Tovább nem? Az a baj, nem kanyarodott bele ide, mert vannak jó sűrűk benne, azok már nem olyan sűrű erdők, bár mondjuk itt az elejében elég jó szedres, nagyon bízok benne, hogy ott megállt. Mert hogyha nem, akkor ezek szoktak lenni itt az ilyen 11-12 kilométeres munkáim. Itt valami nagyon nagy keveredés van. Természetesen van az a pont, amikor minden erőfeszítés hiába való. Az igazán profi utánkereső életében ez az egyik legnehezebb, de talán szakmai felkészültségét legjobban igazoló pillanat. Amikor tiszta lelkiismerettel tud lemondani a vad megtalálásáról. Hiába az elején elég jó kent a kukoricában magasan, a bika valószínűleg keresztül van lőve valahol hátul a comb előtt, ilyen véknyánál. Végigkin ilyen tarlókon föltárcsázott földeken ment a bika, tehát nem is kereste a búvó helyet, számtalan helyre befeküdhetett volna. Sőt, egy idő után észrevettem, hogy elkezdett tarvadakkal foglalkozni. Ott jó pár helyen látott, hogy hajkurázta a tarvadakat, és végül bejöttek ebbe a Sarjakácnak nevezett erdőbe, ahol utol is értük őket. De sajnos a kutya hajszába nem tudta megfogni a bikát. Mind a négy lába egészséges, még nem beteg annyira, hogy utol érte volna a kutya. Egy-két nap kell még neki, és sajnos akkor fog lebetegedni, úgyhogy bőgés végére sajnos ez a bika el fog pusztulni, de mi ma ezt a bikát nem tudtuk megfogni. Lehet-e ennél komolyabb érv az igazi vadász felelősség mellett? A humánus vadász egyik legfontosabb tulajdonsága ugyanis a lövés pillanatában sem feledhető önmérséklet, melynek fontossága épp az ilyen esetekben válik nyilvánvalóvá. Beszéltünk már ugyan a felszerelés kiválasztásának fontosságáról, de az utánkeresésben a legfontosabb mégiscsak maga a vérem. A gazdának szó szerint együtt kell lélegeznie kutyájával, előre látva sokszor olyan problémákat is, mint például a túlhevülés veszélye. Mostani időjárás, már évek óta ez a szeptemberben, ez a szinte nyári meleg, nagyon sok kutyát próbára tesz, és elő is fordul, hogy hőgutát kapnak a vérebek sajnos mostanában a szarvasbika keresés közben. Természetes dolog, hogy ha esik, ha fúj, ha hívnak, akkor megyünk. Ebből is látszik, hogy ez nem egy hobbi. Ez már rég nem egy hobbi, sőt, sose volt az. Én mindig ezt egy hivatásnak éreztem, és úgy gondolom, hogy ez mindig is egy hivatás marad. És
tényleg csak azt tudom ajánlani mindenkinek, aki ebbe megpróbál belevágni, hogy nagyon jó gondolja át, hogy mire vállalkozik. Hogyha valakinek csak a saját társasága területén adódik lehetősége, akár 5-10 alkalommal évente, annak eszébe se jusson vérebet vezetni, mert ezeknek a kutyáknak ahhoz, hogy nagy biztonsággal találják meg és nagy százalékba a vadat, legalább 70-80 indítás kell évente, illetve a másik dolog meg az, hogy tényleg ehhez nagyon sok idő kell. Tehát, hogyha hívják az embert, akkor menni kell, és olyan nincsen, hogy 2 órán van arra, hogy megkeressem a vadat. Itt, hogyha elindulok, akkor addig kell menni, ameddig a kutya megy. Hiszen a cél nem lehet más, mint a sebzett szenvedésének megrövidítése, és ugyanakkor az újabb, izgalmas feladvány mielőbbi megoldása. Szagok, illatok, vérnyomok. Nem csoda, hogy Sába, aki számára egy csapa, maga a teleírt lexikon, alig várta, hogy felfedezhesse a legújabb szócikket. Aha. Ahol a Jägerkendel véget ér, és a bozót elkezdődik, aha, ott, tehát ott feküdt. És akkor abba az irányba ment? Ebbe az irányba, ebbe az irányba, tehát hogy utána elindult. Jó. Utána jó. Nem mentem utána. Kicsit lépjetek vissza innen, jó? És akkor megpróbáljuk a kutyával. Itt a vér, itt feküdt a bika. Lassan, lassan, Sába, lassan. Mindenki maradjon, te jöhetsz velem, jó? Filmezni. Nagyon szép munka szépen volt, meg nagyon jó bika. Meg nagyon nagy élmény volt. Hát én szerintem ezt vérem nélkül biztos, hogy nem találtuk volna meg. Úgyhogy nagyon köszönöm. Mennyit mentünk? Csodálatos élmény volt. Olyan 2 kilométer körül lehetünk. 1 kilométer másfél lehetett a vezetékmunka. És rutinosan a kutya jelezte, hogy itt van előttünk a bika. Leült elém és kérte, hogy engedjem el. Sajnos az első állításban rossz helyen találtam el. Egy ág elverte a golyót. Egyébként már ott benne az erdőbe pontot tehettünk volna a dolog végére. Utána meg lefeküdt, szembe feküdt vele. Nem mertem megkockáztatni, mondom, nehogy szétlőjem a koponyát, de fölugrott, és utána meg tükörrel elfelé, ugye a farával elfelé, ahogy ment, azt meg még végképp nem akartam. Azt hittem, hogy betegebb egy kicsit, de lejött még ide a tarvágásba. Szerencsére a magyar vérebegylet taglétszáma örvendetesen bővül az utóbbi időben. Megyei szinten is fejlődik. Az utánkeresés egyre képzettebb vérebekkel, mind szervezettebben folyik országszerte. A kedvező folyamat természetesen immár a tenyésztést is elérte. A jövő, de talán már a jelen is, egyértelműen a munka teljesítmény alapú véreb tenyésztésé. Most úgy néz ki már, hogy törzskönyvet se kaphatnak azok a kutyák, akiknek nincsen a szüleinek a megfelelő képesítése. Úgyhogy remélem, hogy így fog tovább folytatódni, és előbb-utóbb eljutunk arra a szintre, amit kitűzött magának célul a vérebegylet, hogy minél jobb kutyáink legyenek. A műsort támogatja a Grube Kft. A minőségi vadász és turisztikai felszerelések boltja. www.grube.hu